Köszöntöm nézőinket, ez a hét témája Szerda Este című műsorunkban. A Széchenyi Program Iroda munkatársai idén ősztől már közvetlen tanácsadással segítik a Soproni vállalkozásokat, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve az uniós pályázatoknál. Hogy mit is jelent ez? Erről fogok beszélgetni Sas Norbert arra, a Program Iroda Észak-Nyugat Magyarországi Térségi Igazgató helyettesével, akit sok szeretettel köszöntök. Üdvözöllek. No, akkor ugye a Széchenyi Programiroda nem egy újdonság Sopronban, hiszen, hiszen ez már egy régebbi történet. Az, hogy a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarával megszületett az együttműködés, az viszont már igen. Akkor kezdjük az elejétől, mit kell tudni a Soproni Programirodáról? A Soproni Programiroda, hát a, az országos hálózatunknak közel 40 irodával rendelkezünk országos szinten az egyik irodája. Gyakorlatilag 2011-ben jött létre a Széchenyi Programiroda azzal a céllal, hogy egyrészt tájékoztatást adjon azoknak a pályázni szándékozóknak, akik valamiféle támogatási lehetőséget keresnek, illetve azoknak is segítséget nyújtunk, akik már valamilyen pályázatban esetleg elakadtak, vagy segítségre szorulnak. Itt a Soproni Inkubátorházban vagyunk jelenleg, és tulajdonképpen az ott dolgozó kollégáink is ezt a feladatot próbálják minél jobban ellátni. És akkor mit jelent a most már a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarával történő együttműködés? Mi változott? Hát tulajdonképpen itt annyi változott, hogy próbálunk. Az intézményrendszer szereplőivel, illetve különböző szervezetekkel együttműködéseket keresni, hogy ezáltal, hogyha két szervezet vagy több szervezet együttműködik, akkor valamiféle szinergiát érjünk el tulajdonképpen ezekben az esetekben. Nyilván az iparkamara is egy plusz szolgáltatást tud nyújtani a, a tagjainak, illetve ott a helyszínen a kamarának az épületében tudnak kollégáink segíteni. Kik a megcélozott kör? Tehát csak vállalkozások, KKV-k, magánszemélyek, vagy így ebbe a formában? Az iparkamara esetében azt gondolom, hogy ott a, a, az ügyfeleinknek a nagy része, nyilván az iparkamara jellegéből adódóan is a vállalkozások közül, sőt mondhatom azt, hogy minden ügyfél a vállalkozások köréből kerül ki, de a, a programiroda tevékenysége során, gyakorlatilag minden olyan szervezet, vagy éppen magánszemély, aki egy uniós pályázatnak a potenciális kedvezményezetje lehet, ügyfelünként jelentkezhet. Tehát értem itt ez alatt a, a KKV szektornak a tagjait, önkormányzatokat, egyesületeket, vagy éppen magánszemélyeket. Ki milyen programban tud részt venni, mennyire tudjuk ezt kibontani. Tudom, hogy rengeteg, de azért próbáljuk, próbáljuk ezt, ezt, valahogy segíteni, például akár mondjuk kezdjük a magánszemélyekkel, hogy, hogy ők, ők miért is kopogtassanak be például a programirodában. Hát a magánszemélyek számára ugye most épp a napokban volt talán egy hír, ahol Palkovics miniszter úr jelentette be, hogy magánszemélyek számára el, lesz elérhető energetikai korszerűsítés szolgáló pályázat. Ez csak most egy friss példa, de ezen kívül magánszemélyeknek szólhatnak például olyan konstrukciók, amik vállalkozás indítását, munkai létrehozását tudják segíteni. Mi újság a vállalkozásokkal. Nem vagyunk egy olyan könnyű időszakban a, ugye a vírus miatt, ami amire azt lehet mondani, hogy hogy szárnyal mindenki. Igen, és hát tulajdonképpen, ha mondhatom azt, hogy öröm az örömben, így a COVID helyzet kapcsán. Gyakorlatilag az uniós források, mint azt gondolom, hogy most már mindenki tudja, és talán az alapműveltség része, mert annyit halljuk a tévéből, meg a rádióból, hogy 7 éves költségvetési ciklusokban kerülnek ezek a források kiosztásra az egyes tagállamok részére. Ugye most a 14-20-as időszaknak vagyunk gyakorlatilag a végén. Alapvetően erre az időszakra már az uniós források mind lekötésre kerültek. És akkor ennek a vírus helyzetnek a hatására történtek tulajdonképpen olyan változások, átcsoportosítások, aminek folyamányaként ismét elérhetőek támogatások, vagy nagyobb rétegnek érhetők el támogatások, amik elsősorban a munkai teremtést, munkai megőrzést szolgálják, illetve a vállalkozásokat, hogy a gazdaság lassulását tulajdonképpen tudjuk akadályozni, vagy lassítani. Ugye nagyon fontos az információ. Én csak hallomásból mondhatom azt, hogy ó, uniós pályázat nehéz, bonyolult, szakértők kellenek hozzá, pályázatíró cég kell hozzá. Tulajdonképpen akkor mondhatom azt, hogy, hogy ha valaki a, a programirodához fordul, akkor ezt megsporolhatja? Így van. A pályázattal történő ö, foglalkozást és a pályázat megismerését azonban nem. Ezt mindig ö, elmondjuk mindenkinek, mivel a, a pályázatoknak mindig a, a, a felelősség és a terhe is van, tehát nem csak azt kell benne mindig látni, hogy ö, ö, uniós pénz, és akkor jön és jaj, de jó. Tehát odáig eljutni, hogy valaki beadjon egy sikeres pályázatot, azt gondolom, hogy csak az útnak az eleje. És már az útnak az elején úgy kell nekiállni, akár a papírmunkának, vagy akár bármi egyébnek, hogy a későbbiek során az elszámolásoknál, vagy éppen a zárásnál ne legyenek problémák. Tehát ezt a folyamatot tudja tulajdonképpen az iroda segíteni, és egy ilyen esetben, hogyha valaki ezt igénybe veszi, akkor igen tudom azt mondani, hogy adott esetben nem szükséges pályázatíró ehhez a, a tevékenységhez. A kollégáink nem írnak ugyan pályázatot, de gyakorlatilag fogják a pályázni kívánónak a kezét végig az egész folyamat során. Úgyhogy ha valaki veszi a, a, a fáradtságot, akkor gyakorlatilag végig tud menni ezen az úton. Én azt gondolom, hogy olyan szinten megismeri a pályázatát, illetve a szabályozási környezetet, elvárásokat, amennyire feltétlenül szükséges. Sokan vannak úgy egyébként, akik mondjuk elmennek egy pályázatíróhoz, íróhoz, hogy azt gondolják, hogy azzal, azzal, hogy ők kifizetik ezt a, a szolgáltatást, egybe a felelősséget is letolják magukról. Azt gondolom, hogy ez egy hibás gondolkozás, mert amikor minden rendben van, akkor nyilván nincsen probléma, de esetleg valami probléma akad a gépezetbe akkor a, a, a felelősség és a visszafizetés kötelezettsége az mindig a kedvezményezettet terheli. Tehát erre mindenkinek figyelni kell és tisztába kell vele lenni. És most elhangzott egy nagyon fontos dolog, hogy ha fizet a pályázatírónak. Mi a helyzet a programirodával? Ha valaki bekopogtat, akkor mennyire kell milyen a, a zsebébe nyúlni? Hát először is azt szeretném kérni most a jelen helyzetben, hogy csak úgy ne kopogtassanak, tehát a, a, a kollégáinknak az elérhetőségét megtalálják a hollapon, és egy előzetes időpont egyeztetés után tudjuk fogadni a kedves ügyfeleket, nyilván ez a járványügyi előírások betartása miatt van. De így van, tehát hogyha ha megkeresnek bennünket, akkor nálunk nem kell fizetni, mert egy non-profit cégként működik a, a programiroda. És ez a segítség egyébként tényleg a, a konkrét tanácsadástól, a, a pályázatokban való, való segítés, esetleg akárkint terepen, tehát ez, ez egy ilyen átfogó komplex így van, dolog. így van, nagyon jól ismered a tevékenységünket, vagy nagyon jól gondolkozol róla. Ú, így, ahogy elmondtad, ez egy komplex történet, akár az irodába is tudjuk fogadni az ügyfeleket, de hogyha szükség van rá, akkor helyszínre is ki tudunk menni, és nyilván a pályázati életútnak megfelelően, kezdeti tájékoztatástól gyakorlatilag végig a zárásig minden egyes momentumnál euh, tudják a, a segítségünket kérni. Most lezárul egy uniós ciklus, lesz a következő, gondolom munka azért marad a, a programirodánál. Munka az mindig van. Uh, ugye a. a, a az uniós pályázati költségvetésnek ebből a ciklikusságából adódik mindig az, hogy éppen a fókusz milyen tevékenységeken van. Most ugye jellemzően a 14-20-as időszaknak a sikeres zárásait próbáljuk minél inkább elősegíteni, de ugyanakkor már küszöbön vannak a, a 21 utáni uniós források. Kicsit bátran fogalmaztam, azt gondolom, még jelenleg a, a, a tervezés folyamata zajlik. De úgy gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, és mindenki azon dolgozik, hogy ezeket a forrásokat mi előbb el tudják érni a hazai vállalkozások, vagy akár önkormányzatok. Hol lehet érdeklődni, elhangzott már, hogy esetleg a, a weboldalon körülnézni, mi az a cím, amit, amit érdemes beütni a, a számítógépbe? Hát ha egyszerűen a Google-keresőbe valaki beérő, egy Széchenyi Programiroda, azt gondolom, hogy pillanatok alatt megtalálja, de az széchenyi-programiroda.hu az a weboldal, ahol egyértelműen az egyes irodákra vonatkozó elérhetőséget megtalálják az érdeklődők. Itt azon belül érdemes tájékozódni esetleg. Mindenkinek a maga szektorában, magánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak már ott felelhető, hogy mi az, amire esetlegesen pályázhatnak, vagy ezt, ezt hol, hol érdemes. Ilyen megtenni. szempontból az oldalunk az nem egy információs oldal, tehát itt csak a kollégák elérhetőségét lehet megtalálni, de azt gondolom, hogy ha felhívják a kollégákat, akkor, akkor bármilyen kérdéssel próbálnak segíteni és lehet hozzájuk fordulni bízunk benne, hogy minél több pénzt tudnak majd kihelyezni az iroda általa a helyi vállalkozásokhoz, magánszemélyekhez. Én Sas Norbertnek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt a hét témája, tartsanak továbbra is velünk viszontlátásra. Önök a Sopron TV heti magazinját a szerda estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne felejtjék, ha szerda este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Reiter borászat.